Szakképzési konferenciát rendeztek a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és Kollégium konferencia termében október 20-án. A Nemzeti Pedagógus Kar és a Veszprém Megyei Szakképzési Centrum közös szervezésében megrendezett szakmai találkozó igazgató, középiskolai és általános iskolai tanárok részvételével zajlott. A program csütörtök délelőtt a Házigazda Intézmény igazgatójának, Szaniszló Editnek köszöntőjével kezdődött, aki elmondta, első alkalommal ad otthont a Szent Györgyi Iskola ennek a megyei konferenciának. 2020. július 1-től indult el az új szakképzési törvény. A konferenciának az a célja, hogy összegyűjtsük azokat a tapasztalatokat, amelyeket az új törvény adott számunkra, ezeket megvitassuk, és minél eredményesebben haladjunk tovább. Én úgy látom, hogy egyre népszerűbb maga a szakképzés, nyilván az új szakképzési törvény szerint, amikor már munkaszerződést köthet a tanuló duális partnernél, akkor egy nagyon komoly összeggel gyarapodhat, illetve ösztöndíjjal rendelkezik mindenki, aki a szakképzésbe bekapcsolódik. Ez egy óriási dolog. Hogy mennyire tudatos 14 évesen az a szakma, amit ők megjelölnek, én azt gondolom, hogy ez még nem teljesen. A tudatossá válás az a 3-5 év, attól függ, ugye, hogy ki milyen képzésbe jön be, szépen folyamatosan válik tudatossá. Az is előfordul, hogy bejön a tanuló, majd szakmaváltásra kerül sor, vagy ágazaton belül. Egyébként az új szakképzési törvény nagyon sok lehetőséget biztosít az átjárhatóságra, ami mindenképpen pozitív a tanulók szemszögéből. A 2021-2022-es szakképzési tanév tapasztalatai és az új tanév indítása címmel tartott előadást Sós László, kulturális és innovációs minisztériumi szakreferens, aki részletesen ismertette az eddigi tapasztalatokat. Ez egy tájékoztató előadás lesz, amely abban próbál segíteni az itt jelenlévőknek, hogy érezzék azt, hogy egy nagy egésznek a részei, és egy 2 évvel ezelőtt indult új szakképzési rendszernek az élmunkásai itt helyben, és erről lenne egy átfogó tájékoztató, hogy az a helyi munka, amit ők itt végeznek, az milyen nagy egésznek a része, milyen új elemek indultak be a képzésbe, új képzési irányok, felnőtt oktatás, vizsgákra kerül már sor az új rendszer szerint most éppen az októberi időszakban, és erről egy ilyen átfogó kép, hogy ne azt érezzék, hogy ők itt helyileg elszigetelten működnek, hanem egy országosan nagy egységes szakképzési rendszernek a részei, amely a fiatalok és a tanulni vágyók érdekében tevékenykedik. Miért volt szüksége arra, hogy megreformálják ezt a szakképzést, és mik azok a pontok, amik mentén szeretnének különböző célokat elérni? Igen, hát a reformra egy szakképzési rendszerbe, ami minden alkalommal a munkaerőpiacnak és folyamatosan a munkaerőpiacnak kíván megfelelni, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy folyamatosan szükség van. Ugyanakkor bizonyos időszakokban nagyobb lépések, az elmúlt időszak tapasztalatainak nagyobb lépéseinek az átgondolása és ezekhez kapcsolódó jogszabályi háttérigazítása történt. A főbb gondolatok ebbe az, hogy megerősítettük a szakképzési centrum rendszert, amely régiónként az iskolák harmonikus együttműködését és a rugalmasabb működését kívánja elősegíteni. Megújítottuk a szakmakínálatot, amik mind áttekinthetőségen, mind tartalmában újabb lehetőséget kínálnak, illetve folyamatosan követik a munkaerőpiac igényeket, és megindítottak az új oktatói továbbképzési rendszert, amely egy mankót, illetve segítséget nyújt az iskolákban dolgozóknak ahhoz, hogy a saját munkájukat minél jobban végezzék. Most ugye az elmúlt Covid időszakban jelentős lendületet kapott a digitális tananyagfejlesztés, illetve a kibertérben történő oktatás mozgás. Itt is rendkívül sok új elem jelent meg, tanulási anyagok, stb., amikbe már a tanárok is közreműködtek. A felnőttek oktatása területén szeretnénk erősíteni, és még egy elemet emelnék ki, ez a diákoknak az ösztöndíja,
ösztöndíj támogatása, ami kettős céllal bír. Az egyik az, hogy érezteti velük, hogy értéke, haszna van a munkájuknak. A másik oldalról pedig az, hogy ez tanulmányi eredménytől függően differenciált, ettől függően serkentheti is őket a jobb tanulmányi eredményekre. És ez nagyon fontos, hogy nem úgy, mint korábban csak bizonyos úgynevezett hiány szakmáknál, hanem minden szakképzésben tanuló diák számára lehetőséget nyújt. Az utóbbi hetekben, hónapokban különböző problémák egyre nagyobb hangot kaptak a médiában az oktatás kapcsán. Ez mennyire érinti a szakképzést? Tapasztalatunk szerint ez kevéssé érinti, pont azért, mert rugalmasabb működésre képes. Természetesen a globális problémák, itt az energia hordozókkal kapcsolatos problémák, az inflációnak a hatásai, ezek mind intézményekben, tehát mind az intézményrendszer, mind természetesen az intézményekben oktató tanárokat is érintik. Ezzel kapcsolatban folyamatosan próbálunk iránymutatásokat, lehetőségeket teremteni, illetve mutatni az iskoláknak, de bízunk abba, hogy az új szakképzési rendszer, ami lehetőséget ad arra, hogy az egyéni, a helyi igényekhez igazodóan speciális megoldásokat dolgozzanak ki, természetesen a törvényi keretek között, azzal ezeken a nehézségeken, ha nem is problémamentesen, de azért át fogunk tudni jutni. A továbbiakban Kövesdi Anett szakképzési szakértő pályaorientációról és a rugalmas szakképzési utakról tájékoztatta a jelenlévőket, majd a duális képzés gyakorlati tapasztalatairól szóló előadás és szakmai tapasztalatcsere zárta a konferenciát.